1993-ban alapította Ratkó József díjat a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány. 1996 és 2005 között nem osztották ki az elismerést, majd 2006-ban a megyei önkormányzat élesztette újra a hagyományt. Az idei kitüntetést péntek délután adták át a Móri Zsigmond könyvtárban. Mint a közgyűlés elnökeit kiemelte, Ratkó József alkotói tevékenysége ezer szállal kötődik a megyéhez. A megyei önkormányzat talán már több mint 10 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ezt a díjat újra éleszti. Valamikor volt, aztán eltűnt, és mi aztán újra élesztettük már az én elnökségem alatt, hiszen az ő életművére emlékezni, emlékeztetni, hogy az ő gondolatai ne felejtődjenek el, azt gondolom kötelességünk, és olyan fiatal alkotókat díjaz ilyen esetben a független szakmai zsűri, akik erre érdemesek. És hát úgy látom, hogy évről évre egyre nagyobb a presztízse, vagy nagy a presztízse a díjnak. A díj odaítéléséről egy kuratórium dönt, és általában már évközben megfogalmazódik, ki érdemelheti ki azt. Bár a személyét nem árult el, a kuratórium megbízott vezetője annyit elmondott, hogy már a jövő évi kitüntetetre is van jelölt. A Ratkó díjat a kuratórium olyan íróknak, költőknek, kritikusoknak szokta odaítélni, akiknek az életművében a ratkói szellemiséget viszont látjuk, akik életművükben hangot adnak a Alsó Magyarországnak, hangot adnak azoknak az embereknek, akiknek a gondolatait elsősorban az irodalom tudja artikulálni. Tehát a Ratkó díj történetében mindig olyan szerzők kapták a díjat, akik ha személyesen ismerték, ha nem, de Ratkó József életművével szellemi rokonságban állnak. Az idei kitüntetés Nagy Gábor költő író vehette át, akinek életművében, mint Karádi Zsolt fogalmazott, hangsúlyos szerepet foglal el a ratkói szellemiség, valamint az irodalom közéleti és magánéleti funkciója egyaránt. A díjazott elmondása szerint egy tanulmányban foglalkozott először Ratkó Józseffel, amikor az 1945 utáni magyar irodalmat nézte végig abból a szempontból, hogy a nemzeti identitás kérdése miként jelenik meg a költészetben. Ez az elismerés nagy jelentőséggel bír a művész számára. Minden kitüntetés, megerősítés, és beszéltünk erről egy ismerősömmel, hogy vannak olyan díjak, olyan civil díjak, amelyek külön felelősséget rónak az emberre, mert olyan jelentős szerzőkről vannak elnevezve, ilyen a Nagy Gáspár díj is, a Ratkó József díj, a Bella István díj, a Balassi Bálint emlékkard, és így tovább. Az ember megkapja a díjat, én azt gondolom, hogy kiérdemelni igazából csak utólag lehet, tehát továbbra is meg kell próbálni jól dolgozni. A díjjal az oklevél és a plakett mellett mintegy 300 000 forintos pénzbeli elismerés is jár, amelyet évről évre a megyei önkormányzat ajánl fel.